Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Fekete István Szabad Egyetemünk rendhagyó előadásán. Egy ilyen hóközi plusz meglepetés vendéggel szolgálunk, hiszen nem más jött el közénk, mint a Mi Hazánk Mozgalom alapító atya, 56-os korvinközi szabadságharcosunk, Pongrácz András. Engedjék meg, hogy a Fekete István Szabad Egyetem alapító okiratából idézzek, hiszen Pongrácz András megjelenése különösen autentikus is itt, hiszen az antikommunista Fekete István szellemi örököseit gyűjtjük egy táborba, akik nem félnek szembeszállni az életellenes ideológiákkal és szélső liberális gyakorlatokkal. Jókai Mór mellett minden idők legolvasottabb magyar írója Fekete István, az ő születésének 120. évfordulóján, halálának 50. évében alapítjuk meg a róla elnevezett Szabad Egyetemünket, hirdetve antikommunizmusát. A proletár diktatúráról és a bolsevizmusról írott művei miatt 1946 tavaszán tiltólistára is került. A politikai rendőrség az ÁVÓ is bántalmazta emiatt, félszemére megvakították és szétverték a veséjét. A Vörös terrort is bemutató regénye a Zsellérek népszerűségét mutatja, hogy 1939 és 44 között 7 kiadást ért meg, majd csak a rendszerváltás után 1994-ben jelent meg újra, csonkítatlan formájában. Fia 1956-ban a szénatéri felkelők közt harcolt, mint a páncéltörő egység irányítója. Szerinte az édesapja az írásaiból kiérződő antikommunizmus, antiliberalizmus, antikozmopolitizmus és az előbbiekkel szemben álló nemzeti érzés, hazaszeretet, kereszténység, istenhit miatt vált vörös posztóvá a párt által irányított irodalmi vezetés szemében. Ezért próbálták munkásságát kicsinyíteni, elhallgatni, pusztán ifjúsági regényírónak titulálni. Az irodalmi életben sem nagyságának megfelelően kezelték. Az akadémiai kiadó által először 1996-ban kiadott, és még 1982-ben is megjelent a Magyar Irodalom története 1919-től napjainkig című 1105 oldalas összefoglaló politikai műben politikai okból egyáltalán nem szerepelt. Fekete István elhallgatott politikai örökségét is gondoznunk kell. És bizony nincs egyedül Fekete István ezzel, hiszen állami kitüntetés nélkül, de mégis a mi nagy megbecsültségünk közepette van itt közöttünk Pongrácz András újra Magyarországon. Minden évben ellátogat hozzánk szülőhazájához, és nagyon örülök, hogy 20 unokáján keresztül és mondandóján keresztül is ápolja tovább a nemzettudatot. És itt van közöttünk az a személy, akinek köszönhetően megjelent a Korvin köz legendás parancsnokának, Pongrácz Gergelynek a könyve új bővített kiadásban. Ez a személy pedig nem más, mint a Mi Hazánk Mozgalom fővárosi elnöke, a Magyar Életvédők Egyesületének elnöke, Vékony Csongor, akit megkérnék, hogy a könyv kiadásával és általában a könyvei kiadásával kapcsolatban adjon nekünk egy bevezető tájékoztatást. Köszönöm szépen a felvezetőt. Mielőtt még rátérnék a könyvbemutatóra, idén ünnepelte a Mi Hazánk Mozgalom az 5 éves évfordulóját, amikor is az Egyesületünk kiadta Toroszkai László országgyűlési beszédeit 600 példányban. Ez ott Ásotthalmon került kiosztásra a résztvevők között elnök úr kérésének megfelelően, azonban egy darabot félretettünk a Mi Hazánk Mozgalom egyik alapító atyának, Pongrácz Andrásnak, ezt szeretném szeretettel átadni. Ahogy hallhattuk, a jelenlegi könyvünk egy bővített kiadás, már a borítón is szerepel, Pongrácz András történetével egészült ki ez a kiadványunk, de ezen túlmenően tartalmaz különböző képmellékleteket, tartalmazza azt, hogy mégis hogyan lehetséges, hogy még Pongrácz Gergely még a
Jobbik zászlóbontó ünnepségén vett részt, addig a testvére András már a Mi Hazánk mozgalom zászlóbontó ünnepségén, talán a jövő nemzedéke, mikor ezt olvassa, nem fogja tudni értelmezni, hogy mi lehetett a feszültség kettejük között, de tudjuk nagyon jól, hogy nem kettejük között volt a feszültség, hanem a Jobbiknak az az árulása, ami bekövetkezett, az eredményezte a Mi Hazánk mozgalomnak a születését, és erre Pongrácz András közleményein keresztül kapunk részletes magyarázatot és kifejtést a legújabb könyvön keresztül. A könyvkiadó munkánknak részét képezi egyébként az is, rendszeresen járjuk az országos Széchenyi könyvtárat, hiszen ott végezzük kutató munkánkat, viszont mivel nem tudunk napi rendszerességgel ott lenni, így nyilván beszkennelt formában otthon folytatjuk el a kutatás nagy részét. Állandó munkatársaink is vannak, mint például a lektoraink. A lektoraink közül Nemes Gábor és a hátsó sorokban megbúvó Tóth Zoltán végzi tevékenységét aktívan egyesületünk keretén belül. Ugye a főszerkesztő, mint az egyesület elnöke, én magam vagyok. Hogyan született maga az ötlet, hogy újból kiadjuk ezt a könyvet? Ugye említettem már, hogy 45 előtti irodalommal foglalkozunk. Mégis akkor egy 56-os szabadságharcot feldolgozó, 90-es, 80-as éveből megjelenő könyvet miért tartottunk fontosnak újból megjelentetni. 2021 volt az az év, amikor Pongrácz András bácsit megismertem. Ugyan már a korábbi években hallottam beszédeit a Corvin közben, de mélyebben 2021-ben ismertük meg egymást. Ekkor találkoztam először Pongrácz Gergely könyvével is, és ekkor olvastam el először. Miután elolvastam, októberben a Corvin közi megemlékezésünk keretében már az a gondolatom támad, hogy ezt a könyvet, ezt jó volna nemhogy újból kiadni, de kötelező olvasmányát tenni az iskolákban. Ez egy olyan könyv, egy olyan visszaemlékezés, élettörténet tulajdonképpen, ami őszintén és szókimondón írta meg az igazságot, már a rendszerváltás előtt is, miközben tudjuk jól, hogy a rendszerváltás előtt, és talán sokan a rendszerváltás óta is a ferdített, meghamisított történelmet adják tudtunkra 56-ról, vagy akár Nagy Imréről. 2021-ben tehát megismertem András bácsit, meghívásomra az ifjúsági szervezet szellemi műhelyében előadást tartott nekünk, majd együtt emlékeztünk a Corvin közben. Ebben az évben felkerestük Pongrácz testvérek édesapjának sírját is. Több alkalommal jártunk kint a temetőben, hogy megtisztítsuk ezt a sírt, majd András bácsival közösen látogattuk meg. Így mélyült ez a kapcsolat közöttünk, és éreztük még egyre inkább át, hogy milyen történelmi tettet hajtottak végre a Pongrácz testvérek, de nem pusztán a Pongrácz testvérek, hanem az édesapjuk Pongrácz Simon is. 2023 márciusában tehát, amikor az éves könyvkiadó tervezetet megbeszéltük bajtársaimmal, már egyértelmű volt, hogy októberben ezt a könyvet ki szeretnénk adni. Miután András bácsival egyeztettünk a részletekről, és teljes mellszélességgel támogatta kezdeményezésünket, 150 könyv kiadásában egyeztünk meg. Miután azonban András bácsi meglátta, hogy milyen új borítót kapott ez a könyv, azonnal telefonált, hogy még 50 példányt gyártsunk, és így legyen 200 példány kiadva ebből a könyvből. Sorszámozott a 200 példány, kemény borítót kapott a könyv, ebben szintén különbözik az előző kiadásoktól. De hogy ne csak a szerkesztői munkáról beszéljek, a kutató munkát is említettem, milyen kutató munkát igényelt a könyv megjelentetése. A Széchenyi könyvtárba azért kellett többször bemenjek, mert 82-ben jelent meg az első kiadás, ez még Amerikában. Magyarországon megjelent a könyv 89-ben, 92-ben, Gergely bácsi halála előtt még 2004-ben, bővített változatban, és 2010-ben is. Nyilván nekem, mint főszerkesztőnek feladatom volt, hogy az összes
kiadást alaposan átnézzem, és összehasonlítsam, és ez alapján eldöntsem, hogy milyen formában szeretném a legújabb könyvet megjelentetni. Végül a 2004-es kiadás mellett döntöttem, amit alapul vettem, mivel az már egy olyan bővített kiadás volt, olyan információkat tartalmaz, melyek a rendszerváltás után, mikor Gergely Magyarországra jött és itt újabb információkra tett szert, az mind-mind belekerült ebbe a kiadásba. Egyben tapasztalatai is az akkor hatalmon lévő kormánnyal, hogy hogyan is viszonyultak ők hozzá, és az általa kezdeményezett és létrehozott múzeumhoz. Ez tehát mind benne van ebben a legújabb kiadványunkban is. Az előszóban szerepel, hogy a könyv megjelent 2006-ban német nyelven is, majd lengyelül is, viszont hiányzik a könyvből, mert azóta szereztem tudomást róla kutatásaim folyamán, hogy a könyv 2008-ban olasz nyelven is megjelent, 2020-ban Olaszországban már a második kiadást is megélte. Ami érdekesség, hogy a 92-ben megjelenő magyar nyelvű kiadásban szerepel, hogy 5. átdolgozott kiadás. Ugye 89-ben jelent meg először a 92-es kiadást ismerjük, előtte a 89-est, de közötte az a maradék 3-4 könyv, arról semmilyen információval nem rendelkezek, a Széchenyi könyvtárban sem fellelhető, tehát azokról nincs tudomásunk. A szerkesztői munkára visszatérve, ugye a könyv kemény kötésű borítót kapott, ahogy említettem, a mérete A5-ös méretű 288 oldalas a könyv, a Nemi Identitás Válsága című könyvemet vettem alapul, mint hogy a zöld könyvek sorozatban is meghatároztunk egy méretet, ami mentén kitart az Egyesület, így a nagyobb méretű különkiadásainknál is egy állandóságra törekszünk az A5-ös méretnél. További kiadványaink, tehát szintén ami nem a kisméretű könyveket fogja tartalmazni, az A5-ös méretben fog megjelenni. Ugye eddigi kiadványaink kisebb méretűek, kevesebb oldalszámúak voltak. A Nemi Identitás Válsága is 150 oldal, miközben ez 288, tehát gyakorlatilag ez az eddigi legnagyobb kiadványunk, így nyilván ez kívánta meg a legtöbb szerkesztői munkát, ami nem csak a tördelésre és lektorálásra vonatkozik, hanem az újbóli bedigitalizálásra, és utána sorról sorra, szóról szóra történő átnézésére, hogy minél kevesebb hiba lehetőség legyen a legvégére. Viszont megérte kiadni mindenképpen ezt a könyvet, hiszen ahogy az előszóban is szerepeltetem, András bácsival úgy láttuk, a 2004-es megjelenés óta valóban egy új nemzedék nőtt fel, melynek tagjai nem hallhattak, nem ismerhették ezt a könyvet, hiszen én magam is 2021-ben ismertem meg a könyvet, de tudjuk jól, hogy a mai magyar oktatás és a mai magyar ifjúság érdeklődési körét nem feltétlenül az 56-os szabadságharcosok kötik le, így sokan Pongrácz Gergely tevékenységéről sem hallottak ez idáig. Tudjuk azt is, hogy manapság úgymond már nem divat az olvasás, de ebben a világban mégis célunknak határoztuk meg, hogy könyveinken keresztül újból népszerűsítsük az olvasást a fiatalok körében. Bízom benne, hogy mint a Mi Hazánk Ifjainak korábbi elnöke, és mint 26 éves fiatal, azért hozzá tudok ahhoz járulni, hogy az én korosztályom újból kezébe vegye a könyveket, és hasonló nemzeti keresztény szellemben íródott műveket forgasson, ne pusztán a YouTube-ot vagy a TikTokot. Ugye kutató munkában egyébként a Csia könyvünk, vagy a Száz könyvünk több munkát vett igénybe, mivel ott egy életfeldolgozásról beszélhetünk, amit még senki nem dolgozott fel, de szerkesztői munkában mindenképpen a Pongrácz könyv vette leginkább igénybe szabadidőnket. A különbség, ahogy említettem már, a könyv hátuljában található Pongrácz András történet,
amit én szeretnék majd meghagyni, hogy maga András bácsi mesélje el, és magát ezt a Jobbik Mi Hazánk jelenséget sem szeretném említeni, hiszen az itt ülők úgy gondolom tisztában vannak vele, hogy pontosan mi is történt. Ezekben tehát mindben András bácsinak adnám meg a lehetőséget, hogy kifejtse majd gondolatait. A mai előadás főszereplője mégiscsak ő, 56-os szabadságharcosunk. Azonban a Pongrácz Gergely könyvről, hogy még egy kicsit részletesebben szó essen, kertcsinálónak szeretnék magából a könyvből idézni pár gondolatot, pár részletet. Pongrácz Gergely írja könyvében: Ceglédre kerültem, ahol a Városi Tanács mezőgazdasági osztályának a főállott tenyésztője lettem. Nem a fizetésért dolgoztam, hanem azért, mert szerettem a munkámat. Egy 125 köbcentiméteres Csepel motorkerékpárt utalt ki részemre a Városi Tanács, amely megoldotta a közlekedési nehézségeimet, havi fizetésem 964 forint volt. Két pár közepes minőségű cipőnek az ára, ami csak a létminimumot biztosította. A kommunista rendszerben szinte minden termelés normában vagy versenyben folyik. Amikor elfoglaltam új munkahelyemet, Cegléd a Pest megyében lévő 17 járás között a 16. helyen állt, egy évvel később a 4. helyre került, ami részemről napi 15-16 órai munkát igényelt. A Járási Tanács főállat tenyésztőjének, aki egy 6 hónapos gyors talpaló tanfolyam után foglalta el munkahelyét, és tagja volt a kommunista pártnak, 5680 forint volt a havi fizetése. Bíztatott engem is, hogy lépjek be a kommunista pártba, ha azt akarom, hogy az én fizetésem is arra a szintre emelkedjék. Egy alkalommal mondtam apámnak, hogy nincs más megoldásom, ha emberi megélhetést akarok, be kell, hogy lépjek a kommunista pártba. Édesapám válasza rövid és egyszerű volt. Nézd, fiam, az én derekamat eltörhették, de nem tudták meggörbíteni. Te azonban már nagyfiú vagy. Azt csinálsz, amit akarsz. Arra azonban megkérlek, hogy attól a naptól kezdve, amikor tagja leszel a kommunista pártnak, az én házam küszöbét ne lépd át, és az én nevemet ne viseld. Megértetted? Megédesapám, tökéletesen megértettem, feleltem. Ezzel meghalt bennem annak a gondolata is, hogy a kommunista párt tagja legyek. Azokban az években sokszor feküdtem le azzal a kissé önsajnáló gondolattal, hogy amíg alszom, nem érzem, hogy éhes vagyok. Ez a szülői nevelés, ez a példamutatás, ez számomra, mint újdonsült apának is egy jó példával szolgál. A következő rész október 23-án játszódik, amikor a parlamentbe megérkezett Nagy Imre. Nagy Imrét teljesen váratlanul érték az események, és azt kérdi, hogy mit mondjon a tömegnek. Mondtam neki, hogy akármit, csak úgy ne kezdje, hogy elvtársak. Mégis úgy kezdte, és kifütyülték. Újra kezdte, úgy, hogy magyar testvéreim, és erre hatalmas tapsot kapott. Megjeljenezték. Ugye ekkor játszódott az a jelenet is, amikor a magyar zászlót nem találták a parlamentben, és végül megszületett az első lyukas zászló, ahogy azt András bácsitól már annyiszor hallhattuk, tehát a lyukas zászló is a Pongrácz testvérekhez köthető. Óriási szerepük volt az 56-os szabadságharcban. Október 27-e a következő rész, ekkor már javában folytak a harcok. Ez egy hosszabb rész lesz, de fontosnak tartom felolvasni, hogy átérezzük, milyen támogatást is kaptak a korvinisták Budapest lakosságától. Lementem a konyhára, mert éhes voltam. A szakács közölte, hogy az ebéd egy fél óra múlva lesz kész, de nincs kenyér. A körúton egy kicsit feljebb van egy pék, próbáljak tőle szerezni kenyeret. Néhány bajtársamat magam mellé vettem, és elmentünk a pékhez. Hosszú sor állt az utcán, férfiak, asszonyok, fiatalok és öregek mind kenyérre vártak. Bementünk és elmondtuk a péknek, hogy a Korvinból vagyunk és kenyérre van szükségünk.
A válasz az volt, hogy 500 kg kenyér van most a kemencében, de ha csak fél kilót is ad mindenkinek a sorban, akkor sincs elég, hogy mindenkinek jusson. Beszéljek a sorban állókkal, és ha ők elmennek, az egész kenyér a rendelkezésünkre áll. Ő azonban nem küldheti haza a népet azzal, hogy a korvinistáknak kell a kenyér. Ha önszántukból elmennek, az egész kenyeret ingyen nekünk adja. Kimentünk az utcára, és kértem mindenkit, hogy jöjjön közelebb. Olyan sokan voltak még akkor is, amikor a sor felbomlott, hogy kiabálnom kellett, ha azt akartam, hogy mindenki meghallja mondani valómat. Megkértem őket, hogy akinek van otthon krumplia, lisztje, száraz tésztája, vagy valamilyen más élelmiszere, az ne vigyen most kenyeret, mert a Corvin harcosait kell megetetni, és szükségünk van a kenyérre. Azonban, ha ők elviszik a kenyeret, a harcosok, akik éhesek, hazamennek ebédelni, és az lehet a forradalom vége. Tehát azt az áldozatot kérem tőlük, hogy a felét annak a kenyérnek, ami most a kemencében van, engedjék át a Corvin harcosainak. Így az is kap kenyeret, akinek nincs semmi élelme otthon, és mi is folytathatjuk a harcot, értünk és az egész nemzet szabadságáért. A tömeg oszladozni kezdett, és én kiabáltam az emberek után, hogy ne menjen el mindenki, mert meg tudjuk osztani a kenyeret. Nekik is marad, és a korvinisták is jól lakatjuk. Az egyik azt mondta, hogy van még egy kis lisztjük otthon, és most a harcosok a fontosak. A másik pedig, hogy holnap is kell lenni a korvinistáknak. A harmadik meg azt mondta, hogy ők is hozhatnak ennyi áldozatot a forradalomért. Sokan odajöttek hozzánk csak azért, hogy kezet fogjanak velünk, vagy megöleljenek bennünket. Gratuláltak és biztattak, tartsunk ki. Mindenki elment egy öreg néni kivételével, aki odajött hozzám, és azt mondta, édes fiam, csak egy kis darab kenyeret szeretnék, mert már két napja nem ettem semmit. Szédülök az éhségtől. Odaszóltam az egyik társunknak, hogy menjen vissza a Corvinba, keresse meg a teherautó sofőrjét, és jöjjenek vissza a kenyérért. Az öreg nénit pedig megkértem, hogy tartson velem. A pék úgy láthattam, hogy ezekben a percekben az egyik legboldogabb ember volt Budapesten. Amikor megköszöntem a kenyeret, a következőket mondta. Hihetetlen. Én még ilyet nem láttam, hogy ennyire támogassák magukat. Jöjjenek vissza holnap is, mert 200-300 kilót félretezek a korvinistáknak. Az öreg nénit levittem az iskola konyhájára, és a szakácsot megkértem, hogy lássa el bőven élelemmel. Egy ott lévőnek mondtam, hogy segítsen neki a kaját hazavinni. Hála Istennek és a magyar népnek volt, miből adjunk. Október 28-án, a harcok közepette, a korvinisták, mint ellenállási mozgalom szerveződtek meg névlegesen, és ekkora már kialakult főparancsnokságuk is. A Szovjetunió hadserege kereste meg a korvinistákat, hogy leüljenek tárgyalni, és egy olyan üzenetet kaptak, aminek a feltételei elfogadhatatlanok voltak. Válasz lépésként az ellenállási mozgalom október 28-án megfogalmazta követeléseit, és zárásképpen a következőket írták. Ha nem is fogadnák el feltételeinket, amit mi nem tartunk valószínűnek, fel akarjuk hívni figyelmüket arra a tényre, hogy a mi harcunk nem bukhat el, mert ez a harc egy sokat szenvedett nemzet szabadságáért, jogaiért folytatott harc lesz a végső győzelemig. Éljen a független, szabad Magyarország! Miközben a levélváltás történt, a Szovjetunió parancsnoksága, helyi parancsnoksága és a Corvin közie parancsnoksága között, az éjjeli órákban újabb szovjet csapatok nyomultak előre, nem adták fel a küzdelmet, hiába folyt már arról a tárgyalás, hogy hogyan szülessen béke. Október 28-a a következő fejezet, ahonnan idézni szeretnék. Ez a pár sor mutatja meg, hogy a 9 pongrác testvér közül, mint az ismeretes, 6-an részt vettek forradalomban,
és még a legkisebb is milyen lélekkel vett részt ezekben az eseményekben. Hajnali 4 óra után visszamentünk a Corvinban. Zsuzsa azt mondta, hogy édesanyám már 2-szer hívott, és kérte azonnal hívjam vissza, mert nagyon fontos dologról akar sürgősen beszélni velem. Alig 2 perce hívott másodszor. Soroksáron laktunk, és a mi utcánk a főúttal párhuzamosan az első utca volt. Hátsó szomszédunk, akinek a kapuja a főútra nyílt, és a mi házunk közötti deszkakerítés 2 deszkájából kis húgom kihúzta az alsó szegeket, az így széthúzott deszkák között akkora rés lett, amin Marika keresztül tudott bújni. Ugye Marika a legkisebb testvér volt. Felhívtam édesanyámat, és ő gyorsan közölte, hogy nemrég a főút irányából jövő zaj ébresztette fel. Marikát odaküldte, hogy nézze meg, mi történik a főúton. Ha tankokat lát, számolja össze, és figyelje meg, hogy milyen irányba mennek. Marika pár perce jött vissza, és 2 tankot látott meg, vagy 30 teherautót orosz katonákkal megrakva. Budapest felé mentek. Csak azért akartam veled beszélni, fiam, hogy ezt megmondjam, mert ezek az oroszok ellenetek mennek. Készüljetek fel a fogadásukra, hogy ne érjen meglepetés. Gondoltam, jó, ha időben megtudjátok. Megköszöntem anyám figyelmeztetését, és azt mondtam, hogy nem is tudja, milyen fontos hírt közölt velünk. Marikát ödönnek kellett rábeszélni, hogy maradjon otthon. Ő is csatlakozni akart. Legalább ő vigyázzon édesanyánkra, amíg mi távol leszünk. Így esett, hogy a 12 éves kishúgom hírszerzése a forradalom egyik csatájának győzelméhez vezetett. 29-én végül sikerült leülni egy asztalhoz. Küldöttség érkezett a korvinistákhoz. A küldöttség tagjai Váradi Gyula vezérőrnagy, a páncélos fegyvernem parancsnoka, Maléter Pál ezredes, a munkaszolgálatos fegyvernem parancsnoka, Kovács István vezérőrnagy, Tóth ezredes, egy rendőr ezredes, akinek a nevére nem emlékszem, lehet, hogy Kopácsi volt. Uszta vezérőrnagy, Márton András ezredes, az Rényi Miklós Katonai Akadémia parancsnoka, és Magos Gábor, a Soroksári Állami Tangazdaság igazgatója. Mi is bemutatkoztunk. Pongrác Ödön, Pongrác Ernő, dr. Antalóci Sándor, Erdős István, Szabó László, dr. Lehocki Judit, Szakállas György, Pongrác Kristóf, Pongrác Gergely és Pongrác András. Márton ezredes, aki a sor végén jött, megkérdezte. Több Pongrác nincs. Ödön válaszolt. Van még egy, de az hazament megnézni, hogy édesanyánk és kishúgunk jól van-e. Magos Gábor intett Ödönnek, jól ismerték egymást, mert Ödön és Bandi, ugye Bandinak hívták Kristófot, a soroksári tangazdaságnak is fuvaroztak. Szólt nekik, hogy menjenek ki. Ödön románul mondta Bandinak, hogy menjen ki és kérdezze meg, mit akar. Én is kimentem, mert közel álltam az ajtóhoz, és Magos Gábor a meglepetéstől még mindig csodálkozva kérdi. Ti vagytok a parancsnokok? Csak azt akartam mondani, hogy ne engedjetek nekik semmit. Úgy be vannak, hogy gőzkalapáccsal sem lehet az abszemet beverni az ülepükbe. Nagy Imre sürgeti a végleges megegyezést, hogy a nemzetőrség létrehozásához szükséges iratokat aláírja. A ti kezetekben vannak a kártyák, és úgy játszhattok velük, ahogy akartuk. Gondoltam, ezt jó tudnotok, mielőtt a tárgyalások megkezdődnek. Az egész szovjet parancsnokság attól a maréknyi hazafitól, a korvinistáktól, a pesti srácoktól összecsinálta magát. Tisztában voltak vele, hogy a budapesti utcák és az a hazai terepviszonyok előnyei egyszerűen megállították a világnak az akkori legerősebb hadseregét, a Szovjetunió hadseregét. Sorban lőtték ki a tankokat. Az utolsó idézet, amivel zárnám, és ezt követően pedig átadnám Pongrász Andrásnak a szót, az már október 31-én fogalmazódott meg.
Október 31-én, amikor visszaemlékezésében arról értekezett Pongrácz Gergely, hogy elég sokan voltak, akik 56 ellen harcoltak, és az 56-os szabadságharc után őket is ugyanúgy kivégezték, és ezt követően a kommunisták őket is, mint hősöket mutattak be, hősnek állítottak be. És ekkor azt a gondolatot jegyezte föl magának, mártírrá nem a puszta halál, hanem az eszme avat valakit, amiért hajlandó az életét áldozni. Ezzel tisztelettel megköszönöm a figyelmet, és átadnám a szót Pongrácz Andrásnak, 56-os szabadságharcos bajtársunknak. Hát Csaga, nagyon-nagyon köszönöm neked, nem csak, hogy összeállítottad ezt a könyvet, és elhoztad, hogy megjelenjen, hanem a részleteket, amiket felsoroltál, az jut eszembe, hogy képzeljétek el, hogy mikor győzött a forradalom, mi ölelgettük egymást az utcán, nem ismerve egymást. Máskülönben Gergelyre vonatkozólag, ő Amerikába átélte a forradalmat minden októberben, a szószoros értelmében. Úgy jött ki a lépés, hogy én biztosítást árultam, és nyertem egy vakációt Hawaii-ba, és felhívtam Gergelyt Bostonba, én már Arizonában éltem, hogy ameddig a feleségem és én elmegyünk Hawaii-ba, jöjjön és maradjon a gyerekekkel, az öt gyerekkel, akik iskolába jártak, nem kellett sokat csinálni, csak hogy legyen velük, és akkor az én asztalomhoz a konyhába leült egy sárga füzettel, és ott írta meg a könyvet, Arizonában nálam. És Chicagóba ment barátaival, ott adták ki. De ezek a részletek, amiket Csongor felolvasott, teljesen így voltak, és mondom, ő átélte a forradalmat, és ő emlékezett mindenre. Mikor olvasom a könyvet, és mondja, hogy én ott voltam ezen a tárgyaláson, mondom, Gergely, mit beszélsz hülyeséget? Én nem voltam ott. Dehogy nem ez volt, meg az volt. Mondom, tényleg igazad. Mert nekem azok a napok teljesen össze... Én nem tudtam, hogy mi történik, mert ettünk, nem ettünk, aludtunk, nem aludtunk, hazamentünk, nem mentünk haza. Nekem nem volt az, amit Gergely átélt, és amit ő tudott. És mikor megírta a könyvet, akkor én magam csodálkoztam, hogy milyen részletekre emlékezett, és milyen szenzációs volt az ő emlékezete, hogy megírta a könyvet. És ahogy Csongor nagyon szépen sok dolgot kiemelt belőle, olvassátok nyugodtan. És hát, amint mondom, Gergely írta a könyvet, de azt meg kell mondjam, és valószínűleg tudjátok, hogy tulajdonképpen Ödön volt, aki a Korvin közt kiválasztotta, hogy megfelelő hely lesz
a harcokhoz, és Ödön volt ott a főnök. Ödön törte fel a benzinkutat, amiből csinálta a Molotov kokteleket, aki küldött minket, gyerekeket fel a lakásokba, és kértük az asszonyoktól, hogy adjanak üvegeket. Azok nagyon szívesen öntötték ki a paradicsomszószt az üvegekből, és adták nekünk. És szóval én tulajdonképpen én a harcokban nem nagyon voltam benne, engem nem nagyon engedtek közel a tűzhöz. Én csak olyasmiket csináltam, hogy amikor a tankokat kivégeztük, akkor bemásztam a tankba, és néztem, hogy mit lehet onnét kiszedni, amit használni tudunk, és olyan emlékeim vannak, hogy amikor bementem a tankba, az a szegény kis orosz katona megégett, és milyen szaga volt a bőrének a tankba. Ilyen emlékeim vannak. És aztán később, mikor halottak voltak az utcán, akkor valaki hozott mészt, és mentünk, és a halottakat letakartuk. És szóval ilyen dolgok. De amit Csongora olvasott ebből, az leginkább az jön az eszembe, hogy amikor győzött a forradalom, hogy ölelgettük egymást az utcán, anélkül, hogy ismertük volna egymást. Máskülönben a forradalomat neveket nem használtunk. Ott fehér sapka volt, meg Falábú Jancsi, meg Bajusz, meg szóval ilyen nevek voltak, mert a nevét senkinek nem használtuk. És nagyon csodálkozom, majd meglátjátok a könyvben, hogy Csongor betett két fényképet rólam a Szalin szobornál, amiről itt van 67 évig nem is tudtam róla, hogy ez létezik. És ott van egy kép, ahol mutatom a gyerekeknek, hogy itt kell elvágni, hogy le tudjuk húzni. Szóval ez egy szenzációs dolog, amit Csongor csinált, és nagyon köszönöm. És valóban ez valóban az iskoláknak olvasmány, kötelező olvasmány kellene legyen, hogy tudják és értsék és realizálják, hogy mit csináltunk mi pesti srácok, hogy így élhessenek mám a mai nap ebben a gyönyörű szép országban, szabad országban, szabadon a fiatalság. És itt kell mondjam, hogy Gerge is azt mondta, hogy nagyon bízik a fiatalokba, és én is azt kell mondjam, mert talán hallottátok, hogy tavaly, amikor itt voltam Mi Hazánk előtt, és a Mi Hazánk egy országjárást szervezett nekem, és 15 iskolában voltam az ország minden részében, és a szószoros értelmében több ezer magyar gyerekkel beszéltem, és nagyon meg vagyok lepve, és nagyon örülök, hogy látom, hogy milyen szép, ügyes, okos magyar fiatalság van máma, és meg voltam győződve, meg vagyok győződve, hogy Isten ne adja, hogy megint ilyesmire legyen szükség, de a magyar ifjúság ma is éppen úgy reagálna, mint ahogy mi reagáltunk abban az időben egy életre, amit már nem tudtunk tovább tűrni. És egyik napról a másikra kitört a forradalom. És harcoltunk, mert úgy már nem lehetett élni tovább, ahogy éltünk. Nagyon köszönöm még egyszer Csongornak, hogy a könyvet ilyen gyönyörűen összeállította, és
elődnek, és a mi hazánknak, hogy Gergely nevével és a Gergely életével foglalkoztok. Nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek. Most már kicsit nehezen mozgok, mint látjátok, és majdnem-majdnem a 56-osok most már kihalunk. Hát én is most már 85 vagyok ebben az évben, és nehezen járok, de nagyon szívesen jöttem, és jövök köztetek, ameddig tudok. Köszönöm szépen, és neked is. Köszönöm szépen, amit csinálsz. Köszönjük szépen a bevezető szavakat, és így a kérdések előtt hadd idézek még én is egyet ebből a legendás könyvből, ugyanis Pongrácz Gergely így emlékezett édesapjukra. Amikor meglátta az első orosz katonát, akkor megfogadta addig, amíg itt vannak az oroszok, nem borotválkozik, melligérő szakállal temettük 56. áprilisában. És Pongrácz Gergely könyvét, fényképét, most már mondhatom, hogy legendás fényképét, talán legjobban sikerült fényképét, amikor itt az irodánk faláról most ide kiakasztottuk, akkor azért hadd köszöntsem a fénykép elkészítőjét, Víg Sándor fotóművészt, a Magyar Fórum fotósát. Hasonlóan melligérő szakállal van itt köztünk, réges-régi bajtársunk. És hát igyekeztünk ennek a legendás fotónak egyébként a tükörképét is. Hát bizony, vannak még itt idézőjelben szovjetek, még mindig a mai napig. Van még feladatunk, erről szólt ugye most a legutóbbi napirend előtti felszorolásunk is a parlamentben, amit Pongrácz András az országgyűlés üléstermében követett végig, és nagyon örülök, hogy ott is köszönthettük őt antikommunista követeléseink mellett. Mindenesetre ennek a fényképnek a tükörképét is elkészítettük néhány éve Andrással, de nagyon örülök, hogy egyelőre nem fénykép, hanem személyesen is itt vagy közöttünk, úgyhogy köszönjük szépen ezt a sok fáradozást. Több ezer magyar gyerekkel találkoztam, én is pontosan egyezek a Gergely véleményével. A mai magyar fiatalok éppen úgy reagálnának, ha olyan életük lenne, mint amilyen a miénk volt akkor. Csongor, reagálnál erre, akár mint a Mi Hazánk ifjúsági szervezetének előző elnöke. Köszönöm. Hát fiatalként talán érdemes is ehhez a kérdéshez hozzászóljak. Könyvkiadó egyesületemmel nyilván egy kulturális harcot folytatunk az illetlenes ideológiákkal szemben, mert jelenleg arra van szükség, hogy tollal és ésszel vívjuk ezt a harcot, ami az európai keresztény ember ellen történik és zajlik. Viszont sajnálatosan tudjuk és látjuk azt is, hogy napjainkban a szomszédos államban akár, és más országokban is véres harcok folynak, így jogos lehet a kérdés, hogy ha eljön az idő, akkor vajon a fiatalok kimennének-e harcolni. Vannak itt sorainkban is bajtársi szervezeteink tagjai közül, akár a 64 Vármegyei Ifjúsági Mozgalom, akár a Légió Hungária tagjai közül, akik között számtalan olyan fiatalt ismerek, akik igenis készek lennének hazájukért harcba menni, bármelyik pillanatban, úgyhogy ezt az országot addig nem kell félteni, amíg ilyen fiatalok vannak az országban. Köszönjük szépen, további kérdések. Keleme Miklós. Ödön és Gergely között volt bizonyos konfliktus, mire vezethető ez vissza, és aztán hogyan találták föl magukat a Pongrácz testvérek Amerikában? Köszönöm. Az a kérdés, hogy milyen konfliktus volt a testvérek között, és hogy hogyan sikerült Amerikában megvetni a lábatokat, feltalálni magatokat, hogyan boldogultatok Amerikában? Hát tulajdonképpen, mikor mi Amerikába értünk, mi nem menekültek voltunk, mi szabadságharcosok voltunk, és a szószoros értelmében minden alkalmat megragadtunk, klubokba, templomokba, különböző organizációkba beszélni a
magyar életről, hogy miért is mentünk mi Amerikába, és bemutattuk az amerikai népnek az igazi kommunizmus, ami volt itthon. Mondom, mi nem voltunk menekültek, mi forradalmárok voltunk. A családra vonatkozólag nem tudom, hogy Ödön és Gergely közötti elnézéstre célzol. Ez úgy volt, hogy Ödön mindent sokkal jobban tudott, és sokkal jobban precízebb volt, és ha Gergye mondott valamit, akkor Ödön kijavította, ilyen dolgok voltak közöttük. De tulajdonképpen, amint mondom, Gergye lett megválasztva a forradalomba az ő harcos tevetségei után megválasztották főparancsnoknak. De amit mondom, tulajdonképpen Ödön volt az, aki az egész Korvin közt vezette, és harcot vezette. És tulajdonképpen én látom, és ezt kell nektek mondjam, hogy Ödön nem kapta meg az igazi elismerést, de valóban ő volt a főnöke, és ő vezette a Korvin közt. Gergely a harcos fiatalságával tulajdonképpen ő nem akart főparancsnok lenni, de amikor győzött a forradalom, akkor elhatározták, hogy kell egy főparancsnokot találni, aki a harcosok nevébe tud beszélni a kormánnyal, vagy akár kíván Maléterrel, és akkor tulajdonképpen ott volt ez az Iván Kovács, talán hallottátok a nevét, és mi nem bíztunk benne, és ő akart lenni a főparancsnok. És amikor Gergely látta, hogy ő akar lenni, akkor Gergely mondta, hogy jó, hát akkor én is odaadom a nevemet, és messze-messze a forradalmárok Gergelyt választották. Mondjad. Én azt szeretném kérdezni András bácsitól, hogy honnan tudták, hogy nem plantálnak-e a forradalmárok közé árulót, hiszen az ávosoknak érdekük fűződött volna ahhoz, hogy a saját embereik legyenek, vagy legalábbis ők tudják irányítani, hogy ott mi történik. András bácsi utalt arra, hogy nem névvel szólították a harcosokat, hanem bajusz, faláb, stb. Tehát honnan tudták, hogy kiben lehet megbízni, és hogy nem tesznek-e önök közé árulót, mint ahogy ezt olyan sokszor láttuk a történelem során? Nem tudtuk, egyáltalában nem tudtuk, és tulajdonképpen ez az Iván Kovács volt, akiben nem bíztunk meg, és ő akart lenni a főparancsnok, és azért Gergye választotta, hogy jó, hát akkor ő is benevez, és persze őtet választották. Mi egyáltalában nem tudtuk, hát ott van, nézd meg a Maléter dolga, a Malétertől nekünk halottaink vannak, akiket a Maléter emberei lelőttek a korvinistákból, és nem tudom elképzelni, hogy manapság is a Fidesz Maléter érdemrendeket ad ki. Sőt, Amerikában jó barátom kapott egy Maléter érdemrendet, amit visszautasított. El nem tudom képzelni, hogy lehet, hogy ezek a reformkommunisták mai napig is ott vannak, és
ilyesmiket csinálnak, hogy ma léter érdemrendeket adnak ki. Nem mondom, mert oké, meghalt, de hát azért, hogy felakasztották, abból nem lett a forradalom. Hőse. Ja, az nem tette hősé, hogy felakasztották. Tulajdonképpen a különbség Nagy Imre és Maléter között az én véleményem szerint az volt, hogy Maléter nem fogadta el a forradalmat egyáltalában. Megkérdezték tőle, hogy ő mikor vállalta és fogadta el a forradalmat. És ő megmondta Kerek Perec, nem tudom, hogy melyik nap volt, hogy délután 1 órakor Nagy Imre kijelentette, hogy győzött a forradalom, és akkor 10 perccel utána mondta, hogy akkor elfogadja, hogy győzött a forradalom. De ő, én magam hallottam, ott voltam a tömegben, mikor szabadkozott, és mondta, hogy ő nem volt forradalma, ő nem csinál semmi, és minél jobban szabadkozott, a nép annál jobban mondta, hogy igen, ő. Máskülönben Gergely Arizonában volt a tanyáján, amikor én Tucsonban, én ben voltam a városban, benne éltem, és ő kint a tanyán, és sokat járt be, és én jártam ki is. És egyszer hívott, hogy jaj, gyere én azonnal, egy nagyon érdekes dolog van, amit nem tudtunk. Kapott egy levelet Svájcból, nem tudom a nevét, elfelejtettem az illetőnek, de ez az illető volt a ahol Maléter volt. Igen, a laktanyának az igazgatója, egy főnöke, és ez az ember elmagyarázta ebben a levélben Gergelynek, hogy tulajdonképpen a laktanya, na minek hívják? A Kilián tulajdonképpen 3 részből állt, és az első 2 rész, amelyik a körúton volt, és a mellette lévő rész az munkásszálló volt. És csak a harmadik, az ülőt, a harmadik, ahol a tank beszorult, amikor jött Maléter, csak az volt a Maléter helye. És így az első 2 részből a forradalomban harcoltak benzines üveggel és puskával, az ablakokból, és azt hitte a nép, hogy meg volt győződve, hogy azok Maléternek az emberei. De tulajdonképpen nem az volt, és akkor jöttünk rá, mondom, Arizonában volt Gergely, hívott, hogy nézd ide, most olvasom, hogy tulajdonképpen Gergely se tudta, mi nem tudtuk. És ez az illető Svájcból mondta meg, hogy tulajdonképpen mi volt a helyzet. Mert Maléter, és azért a nép, mondom, én ott voltam a tömegben, mikor szabadkozott, hogy ő nem volt forradalom, már ő nem. És minél jobban szabadkozott, annál azt hitték, hogy hát csak. Ja. Mondja. Hey, András, pszichológus professzortól hallottuk most ezt a kérdést tulajdonképpen. Talán egy szakmai kérdés is volt, ugye, hogy hogyan lehet fölismerni a belső ellenséget akár, ugye. Kérdés egyébként ugye a mai napig is fennáll, ugye. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy ma már talán egy kicsit bonyolultabb is a világ. Régen is a sorok között kellett olvasni a szocializmusban, de ma talán még váratlanabb pálfordulások vannak, mint a szocializmusban voltak. Ha már szóba jött a Kilián laktanya, korábbi nevén Mária Terézila laktanya, mi a véleményed most arról, hogy a Petőfi laktanyát pont a Petőfi évben átnevezték Mária Terézia laktanyára? Mint szabadságharcost is kérdezlek, mert nagyon nagy felháborodást váltott ki ugye
a nemzeti oldalon, hogy pont egy Habsburg megszálló nevét viseli most az egykori Petőfi laktanya, amit egykor egy szabadságharcos neve fémjelzett, az most a Habsburg megszállót nevét viseli. Mit gondolsz erről 56-os pesti srácként? Hát, nincs véleményem, mert tulajdonképpen én minden este avval alszok el, hogy a magyar híreket hallgatom, de azért... Nem idegesítenek fel a magyar hírek? Azt kérdezték, hogy nem idegesítette fel magadat, amikor olvasod a magyarországi híreket néha? Nem, mert sajnos az amerikai hírek sokkal jobban felbosszantanak. Több testvér harcolt együtt, hogy mindenkinek sikerült-e disszidálnia, tehát hogy mi lett a vége ennek a dolognak, mindenki megúszta-e, hogy így mondjam, illetőleg, hogy az édesanyját is említette az előbb, hogy őt érte esetleg valami fajta retorzió a későbbiekben. Igen, hála Istennek, mind tulajdonképpen én voltam az első, aki elmentem, mert én tudtam, hogy mi jön, és beszéltem a bátyáimmal, jó, hogy majd ők kimagyarázzák, majd így, meg úgy, meg amúgy, de én voltam az első a családban, aki azt mondtam, hogy én tudom, hogy mi jön, és én nem adom nekik az életemet. És mondtam a bátyáimnak, hogy én megyek, ki akar jönni velem, és a Bálint bátyám, aki 2 évvel idősebb nálam, mondta, hogy ő jön, és másik 2 barátom, és 4 nekifogtunk, és mi a szószoros értelmében 3 nap, 3 éjjel gyalog mentünk. Egész, sőt, amikor közel voltunk már a határhoz, a szénásszekér tetejéről egy öreg mondta, hogy hát gyerekek, itt nagymamát mentek látogatni, Cseberből Vederbe mentek, mert Balaton alatt mentünk, nekem nem volt térképünk, nem tudtuk, hogy hova megyünk, és még mondta, hogy 25-30 kilométert nektek még arra kell menni. Szóval mondom, hogy úgy találtuk. De aztán részletekben a többi része a családnak is kijött, és az utolsó Ernő bátyám volt, akinek 2 gyereke volt, 1,5 éves és egy 6 hónapos és felesége, és ő úgy döntött, hogy ő nem jön ki. És a végén Gergely Bécsből küldött valakit, hogy aki ki tudta hozni. De tulajdonképpen, mikor Gergely jött ki, édesanyámmal és a hugommal jött, 3 voltak, és elfogták őket a határnál, és ez a parancsnok ott káromkodott, és szitta, és így, és úgy, hogy majd ezt csinál, majd azt csinál, és a végén bevitte a szobájába, az irodájába, jaj ember, maga az elsőt, akit el kell fogni, mondja, mi volt, mondja, hogy volt. És engem megmondta neki, hogy vagy engem elfog, és bead, és kap még egy csillagot, vagy engedi, hogy menjek. És ez a, nem tudom, hol volt, ki volt, intézte, hogy feltette a vonata, hogy ki tudott menni. Szóval így volt, így Gergely is megmenekült, és mondom, valakit, volt 2-3 személy, aki Bécsből, ilyen, nem tudom, hogy nem, szóval ilyen, volt konnekciója, hogy hazajött Magyarországra, és Gergely megbízta ezt az illetőt, hogy Ernő bátyámat hozza ki a családdal. És mondta Gergely, hogy írok egy pár sót Ernőnek, hogy megbízzon benned, hogy szó sincs róla, ne írjál semmit, mert megtalálják rajtam, akkor nekem is végem. Mondjad meg, hogy mit tudok mondani Ernőnek, hogy tudja, hogy valóban tőled jött a hír. És akkor Gergely mondta neki, hogy mondjad, hogy a szamosújvári fajfiúkból az egyik kéri, hogy a fajfiúk jöjjön ki. És így Ernő elhitte, hogy ez a személy, és valóban kihozta Ernőt
a feleségével és a két gyerekkel. A két gyerek, mondom, másfél éves volt, és 6 hónapos, és akkor az orvostól Soroksáron kaptak, hogy altatót adtak a gyereknek, hogy elaltatták a két gyereket, hogy a határon ne legyen baj velük. És így ő is kijött, és így az egész család kijött. Bocsánat, ezek szerint az édesanyja is disszidált, ugye? Édesanyám, a kisugam és Gergely volt, együtt jöttek hárman, igen. Ja. További kérdésre kik jelentkeznek? Akkor adok egy mikrofon. András bácsi, azt szeretném kérdezni, hogy ma a testvéreik közül hányan élnek még? Gondolom már édesanyja nem él, azt nem tudom, de testvérek közül éle még Marika, vagy a más testvére. Mivel ön volt majdnem... Előtt mondjad, légy szíves. Majdnem a legfiatalabb. Igen, tehát a kérdés az az, hogy hány testvéred él még, ugye? Hogy egy testvére él. Csak egy. A bátyám, aki 2 évvel idősebb nálam, ő Boston külvárosában él, és hát most már 87 az idén, elég rossz állapotban van, úgyhogy még beszélni sem tudok vele telefonon sem, mert nem nagyon érti már. De azért, hála Istennek, még él. A fia és a lánya ott van közelbe, velük van. Én meg Arizonában élek, és tavaly, mikor innét hazamentem, akkor megálltam Bostonba, és akkor találkoztam vele utoljára. De hát én az ország másik felében vagyok, Arizonában, ő meg Bostonban. De Bostonban nagyon sok, mert az egész család Boston környékén telepedett le. Én voltam az egyedüli, aki elmentem Arizonába, és Boston környékén több mint 100 pongrác van. Bátyáimnak a családja. Na hát nem olyan nagy távolságok ezek. Tavaly Peller Anna színművésznőt hány kilométeren keresztül furikáztat? Ugye egy 25 000 kilométert vezetett le Amerikában Pongrácz András, csak azért, hogy a magyar közösségeknek programot szervezzen. Úgyhogy... Hát most is három héttel ezelőtt végeztem, egy másik turnét csináltam a pacsirtáknak. Nem tudom, hogy hallottátok, Zalaegerszeg környékén vannak. Ez a két lány, gyönyörű szép lányok, nagyon ügyesek, szépek, jó hangjuk van. És tulajdonképpen én 11 vagy 12 évvel ezelőtt elvittem már őket amerikai turnéra. Mert én most már az utóbbi jó 25 évben én avval foglalkoztam, hogy én magyar kulturális programokat vittem Amerikába, Kanadába, sőt, még Ausztráliába is. Én kivittem majdnem mindenkit, Lagzi Lajcsitól kezdve, talán legalább... Ezt lehet, hogy kivágjuk a videóból. talán 20 különböző cigányzenekart. És nem kért menedékjogot? Hogy Amerikában nem kért el Lagzi Lajcsi menedékjogot? Gazember volt ott is, azt meg kell mondjam. Már akkor gazember volt. Szóval én ebben foglalkoztam, és tavaly, mikor itthon voltam, a pacsirták felírtak, hogy nem vinném el őket megint. És februárban elvittem őket, csináltunk 6 vagy 8 koncertet, és most 3 héttel ezelőtt végeztem velük. A feleséged mit szólt hozzá a két kis pacsirtához, akiket turnéztattál? Nagyon megszerette őket, mert nálunk laktak. És nem csak, hogy turnéztem, mert Kanadában is voltam velük, Connecticutben, New Yorkban, Arizonában, de elvittem őket egy vakációra Cancúnba, Mexikóba. Szóval nagyon élvezték, és én is élveztem. És nagyon kedvesek voltak. Látjátok, hogy milyen nehezen mozgok, és nagyon segítettek. A fiatalabbiknak a férje, aki nem tudom pontosan mi Siófokon szolgál, nagyon kedves, rendes,
ő jött és nagyon sokat segített. Szóval én az elmúlt 25 évben avval foglalkoztam, hogy magyar kulturális programokat János vittem ki, Clevelandba 550 ember jött megnézni János Vitézt, amit kivittem. Meg két alkalommal István a királyt vittem. Én nekem a téma kapcsán, de félig meddig Csongorhoz, hogy ugye kint élnek a diszidenseknek ugye a leszármazottai. Tehát, hogy nagyon sok magyar él kint külföldön. Tehát akik ilyen diszidenseknek a leszármazottai. És ha őnekik ugye magyar tudatuk van, és ott kint szerveznek programokat, magyar kulturális programokat, hogy nem lehetne az, vagy nem lehetne egy olyan terv, hogy valahogy ezeket az embereket így visszahozni, aki tényleg még úgy magyar tudatú, meg tud magyarul, ide Magyarországra, hogy vállaljanak velünk sorsközösséget. A kérdés tehát az, hogy hogy látod, hogy ott az újabb generációk, akik Amerikában nőttek föl, van-e esély még arra, hogy haza költözzön valaki, mennyiben tud megmaradni ez a magyar gyökér? Nyilván gyökeret eresztettek különböző országokban, és hát vannak ráadásul újabb generációk, akik inkább mondjuk az Európai Unión belőre vándorolnak ki. Ahogy szokták mondani, London a második legnagyobb magyar város, ugye, amennyi magyar ott van, talán több, mint mondjuk Debrecenben. De hogyan látod a távoli nyugati, mondjuk amerikai magyarságban, amikor szervezetek ezeket a kulturális programokat? Sajnos nem látom. Sőt, az én életem és az én családomra vonatkozólag kell döntsek erről. Nekem 5 gyerekem, 20 unokám és olyan kötöttségeim vannak Amerikában, hogy szó sincs róla, hogy én haza tudjak jönni. Sajnálom, és nagyon szívesen jövök, és jól érzem magam közöttetek, de hogy hazaköltözzek, ez már. De máskülönben is az élet itt olyan komplikált, és olyan komplikált itt az élet, hát akartam egy kocsit venni az unokaöcsének a felesége most tavaly karácsony előtt meghalt az unokaöcsém, aki Erdélyből hoztam át őket, és akartam venni egy kocsit neki, és elmentem, hogy akarok venni egy kocsit. Olyasmiket hoztak a nyakamba, hogy hozzam el nekik az amerikai házassági certifikátemet és eredetibe, meg olyan dolgokat, hogy teljesen bolond az egész dolog, az egész dolog. Nem tudom elképzelni. Amerikában akarsz valamit csinálni, és megcsinálod, és elintézed. És... Hát nem féltelek én téged, András bácsi. Tavaly meghívtunk a Balatonra, kocsiba ültél, egyedül levezettél. Igaz, volt közben egy defekted, azt mondtad, megyek, segítsek kicserélni a kereket, de mire már odaértem fél útra, addigra már segített valaki, és megoldottad. Azt jöttél a saját kocsiddal. Úgyhogy megoldotta ezeket a problémákat. A pesti srácok leleményesek, idősebb korukra is. Nem panaszkodok, nem az, hogy panaszkodok, de valóban itt sokkal komplikáltabb az élet, mint Amerikában. Ezt el kell hogy mondjam. Nekem egy olyan kérdésem lenne András bácsihoz, hogy az 56-os forradalom, ami tényleg az emberek elégedetlenségéből kirobbant, és egy tiszta, kezdetű, szándékú forradalom volt, hogy ezt gyakran hasonlítják egyéb történelmi helyzetekhez. Most például legutóbb van olyan, hogy ukrán politikusok számon kérik Magyarországon, de hogy 56-ban ti is az oroszok ellen harcoltatok, miért nem segítetek nekünk? Ilyenkor mit érez, mit gondol egy szabadságharcos, aki átélte személyesen 56-ot? A mai orosz politikát hogyan ítéled meg nagyjából? Ez majdnem cirkusz. Én az oroszoknak drakkolok. A szószoros értelmében. Én voltam Ukrajnában, egy unokaöcsémnek a felesége oda való, és elmentem vele
két-három évvel ezelőtt, és majdnem azt kell mondjam, hogy úgy éreztem magam Ukrajnában a magyarok között, mint 56 előtt itt. Mintha olyan volt a az életszínvonal, vagy a magyarok elnyomása? A magyarok elnyomása. És hát mondom, én magam az oroszoknak drukkolok. Van esetleg még egy-két ilyen provokatív kérdés? Van-e, aki még azt gondolja, hogy sarokba lehet szorítani Pongrácz Andrást? Köszönöm. Nem sarokba szeretném szorítani, hanem mint dokumentumfilmet azt szeretném kérdezni, hogy miután kikerült Amerikába, akkor végig gondolták-e azt, hogy törhetett ki ez a forradalom, főleg olyan szinten, hogy az az AVH, ami mindenféle közintézményt őriztetett, őrzött, laktanyákat, fegyverraktárakat, fontos létesítményeket, október 23-ára érdekes módon eltűntek, és osztják a fegyvereket az utcán, hogy nem láttak-e ebbe esetleg, vagy jutottak olyan információhoz, hogy ez lehetett egy KGB-s provokáció, ne értsen félre, nem lekicsinyelni szeretném a forradalmat, hanem meg volt hozzá érve a helyzet, és 55-ben ki kellett vonulniuk Ausztriából. 56 őszén innen is ki kellett volna vonulniuk, csak egy biztonsági másod utánpótlási folyosót kellett volna tartaniuk az NDK területére. Hogy erről milyen információ jutottak Amerikába, és hogy nézett ez a dolog ki, elgondolkodtak ezen a dolgot. Mert normális országban ilyen nincs, hogy a civil lakosságnak fegyvert osztanak. Főleg az a hatalom, amelyik vaskézzel tartotta előtte a rendet. Tehát ez nonsens. Bocsánat, csak ennyi lett volna. Azt mondod, hogy nekünk osztottak fegyvert? Hogyan jutottatok fegyverhez? Elmeséled? A lámpagyárral kapcsolatos történetet például? Bandi bátyám ment Ödönnel a lámpagyárba. A Soroksáról, hogy jöttünk be, hogy ott mentünk el a lámpagyár mellett állandóan, és tudtuk, hogy az tulajdonképpen nem lámpát gyártanak, hanem fegyvert. És Bandi megállt és bement az öreg őrhöz, és mondta, hogy fegyverről jöttünk. Hogy? Hát itt nincs fegyver, itt nincs semmi. És ahogy beszéltek, ott az egyik takarítőne meghallotta, és mondta, hogy uram, jöjjön csak vele, majd én megmutatom, hol van. És ez a nő elment, és megmutatta, hogy ezt a falat bontsák le, ott vannak a fegyverek. Onnét jött fegyver. Én nem tudom, hogy miről beszélsz, hogy kiadott volna nekünk fegyvert az állam. Szó sincs róla. Hogyan győzhetett a forradalom? Sokakba fölmerül azért, hogy a világ legerősebb hadseregével szemben, talán a váratlanság erejével is, de hogyan tudtatok győzni? Úgy szedtünk fegyvert, hogy mondom, amikor kilőttük a tankot, beugrottam a tankba, és láttam, hogy mit tudunk onnét kiszedni fegyvert, mit tudunk használni. Úgy volt fegyver. Azt gondolom, hogy ez a kérdés... Lemadott az állam fegyvert, szó sincs róla. Ez a kérdés ugye fölmerült 2006-ban is, hogy a tévét, hogy a székházat hogyan lehetett elfoglalni, azt gondolom, hogy akkor is a váratlanság erejével, hogyan lehetett egy vízágyút legyőzni, úgy, hogy elakadt a saját maga által okozott sárban. Tehát én azt gondolom, hogy mindenre vannak néha leleményes válaszok. Hogyan lehetett egy ekkora szobrot ledönteni, ugye, amit több teherautóval se tudtatok, kellett hozzá egy kis leleményesség. Hogyan volt ez a szobordöntés? Esetleg arról egy néhány szót mondasz még? Amivel kapcsolatban ugye exkluzív fényképek jelentek meg, ahol látszolott a szobron, ahogy drótköteleket akasztatok a lábához, de ez kevés volt. Hát tulajdonképpen nekem október 23-a éppen olyan nap volt, mint akármelyik másik. Én Soroksáról iskolába mentem, Erzsébeten volt az iskolám, és én az iskolának kultúrfelelőse voltam, és színház jegyeket árultam minden pesti színházba. És aznap pontosan úgy jött ki a lépés, hogy iskola után én bejöttem Pestre, és az operában voltam leadni, elszámolni a jegyekkel, amiket eladtam, és felvenni a jegyeket a következő hónapra. És mikor kijöttem az operából,
Nézem, egy géppel írt papír van oda csirizelve az opera falára. Megyek oda, nézem, olvasom, de Jézus Mária, valaki látja, hogy én azt olvasom. És csóválom a fejem, és hát megyek haza, a körúton megyek, és csüngök a villamoson, ahogy akkor lehetett a lépcsőn csüngeni, és hogy elmentem a Nemzeti Színház, amelyik még megvolt ott a Blaha Lujza téren, a színház mögött volt egy szobor, és az a szobor körül vagy 20-30 fiatal beszélgetett. Leugok a villamosról, vagy oda megyek, hogy lássam, hogy mi történik, és ott döntjük el, hogy megyünk, és lehúzzuk a Stalin szobrot. És már több és több ember jött, már az út közepén voltunk, a körúton megyünk, és jönnek a kamionok, és mondják, hogy mit csináltok az út közepén? Hát megyünk a Stalin szobort le, jó, gyertek, üljetek fel, én is megyek. És mire odaértünk, akkor már volt ott, amit el tudsz képzelni, létre a drótkötél, amit el tudsz képzelni, minden, de több mint két órát kínlottunk, mert meg se tudtuk mozdítani. Először kipörögtek a kerekek, akkor elmentünk, megpakoltuk a trakot, macskakővel ott, ahogy dolgoztak, ez jó erős volt, és akkor meg elszakadtak a drótkötelek. És akkor mondtam ott a gyerekeknek, én gépipari technikumban jártam, és értettem a lángvágóhoz, és én mondtam nekik, hogy másképp nem tudjuk lehúzni, el kell vágni a lábát. És sőt, Csongor talált egy fényképet, amelyiket valaki, nem tudom, kicsinálta, talán tudod, hogy éppen így mutatom a gyerekeknek, hogy itt kell elvágni, hogy le tudjuk húzni. És ott az egyik gyerek mondta mellettem, hogy nekünk van lángvágunk az iskolába, itt nem messze. Mondom, gyere, menjünk, hozzuk el. És mentünk, elhoztuk, és valóban én vágtam a lábát, mert ha nem lett volna elvágva, mondom, több mint két órát kínlottunk, és meg se tudtuk mozdítani. Pillanat türelmet, ugye András bácsi már többször felidézte, így gondoltam, felmutatom magát a képet. Három kép is készült András bácsiról, amiről ez idáig ő sem tudott, a szobor ledöntését megelőzően körülbelül egy órával. Itt látható, hogy még áll a szobor, viszont már igen, itt előd mutatja, hogy középen pont a kamerában néz András bácsi, ez sikerült talán a legjobban, ott a hevület közepette. Látszik, ahogy a kötelek még rajta vannak a kezén, a nyakán, ekkor még próbálták ugye kamionnal lehúzni, de már itt alul próbálják elvágni lángvágóval, és a következő pillanatban már az látszik a második képen, ahogy András bácsi mutatja, hogy mégis hol kell azt pontosan elvágni, hogy le lehessen dönteni azt a szobrot. Elnézést, de valahol hallottam régebben, nem tudom, hogy honnan, de hogy vasúti sín volt a két lába, úgymond beépítve, azért nem lehetett ledönteni ezt a szobrot olyan könnyen. Hogy vasúti sín volt? A vasúti sín volt beépítve? Igen, úgy van. Én az utolsó két kérdést szeretném egy kicsit összefogni. Vagyis, az volt a kérdés, hogy részt vette az akkori hatalom a forradalom elősegítésében, anélkül, hogy a forradalom tisztaságát mi most a forradalmárok részéről megsérteni szeretnénk. Emlékeztetek, hogy az úgynevezett mai demokráciában az itt álló novák előd, a televízió kamerája előtt megpróbálta az egyébként a hatályos büntető törvénykönyv által tiltott önkényuralmi jelképet a szovjet emlékműről eltávolítani, és ezt rögtön megakadályozta a mostani rendőrség minden erőszakkal. Hogy lehet akkor, hogy a Sztálin szobrot nem védte az akkori fegyveres testület, az akkori ÁVO, az akkori rendőrség? Azt nem tudom, hogy jó, de én azt tudom mondani neked, hogy én magam személyesen oda mentem egy rendőrhöz, ott
ott, és kérdeztem tőle, hogy rendőr bácsi, hát hagyja itt, hogy mit csinál. Jaj, fiam, ennek a gazembernek már régen le kellett volna onnét jönni. És arra vonatkozólag, hogy honnét jöttek fegyverek, a magyar rendőrök is nagyon-nagyon mellette voltak a forradalomnak. Az igazi magyar rendőrök szívesen vették, hogy akik mentek oda, hogy onnét vettek fegyvereket a rendőrségekről. Apropó, a szovjet emlékmű ellen ugye volt egy közös akciónk, amikor a hívásodra mentünk oda sokan, és valóban akkor megakadályozták a rendőrök, de hát ezt előre bejelentettük, ez inkább egy ilyen figyelemfelhívó akció volt. Viszont 2006-ban, amikor váratlanul a tévéostrom mellett a szovjet emlékmű legalább az önkényirami jelképeit próbáltuk ugye eltávolítani, azt viszont a rendőrség szintúgy nem tudta, nem is próbálta megakadályozni ott a tévéostrom mellett, úgyhogy látott már ilyet a történelem. De hogyan élted meg 2006-ot, akár a tévéostrom idején, akkor gondolom Amerikában voltál. Előttel mentünk kalapáccsal, meg... Ez később volt, én még a 2006-ot kérdezem előbb. Én ott voltam a Fidesz ünnepségén az Astoriánál, és olyan szép volt, olyan rendes volt a fiatalok gyerekekkel, az ölükbe, kocsikkal, olyan szép volt az egész, hogy egy szenzációs ünnepség volt. És amikor vége volt, egyszer csak látom, hogy jönnek a lovas rendőrök, és majdnem eltaposnak a rendőrök. Az unököcsém nincs ott velem, hogy elhúzzon, engem is eltaposnak a rendőrök. És persze, sőt, még fényképet csinált rólam az unököcsém, hogy mi az, amit úgy sírtam. Könygáz. Könygáz volt, és mondom, benne voltam, és csodálkoztam, hogy lehet ilyesmit csinálni, mert olyan szép, olyan megemelő volt az egész ünnepség. És mondom, az égvilágon semmi probléma, ott fiatalok gyerekekkel, babakocsikkal, zászlókkal a kezükbe, olyan... Valaki egy tankkal, hát most kinek mi jutott, ugye? Az egy kicsit arrébb volt azért a Deák téren. Azt hiszem, hogy arra mentünk, és azért majdnem eltapostak a gondolom, ha a másik irányba mentünk volna, akkor nem lett volna olyan nagy probléma. A szovjet emlékmű ellen pedig ugye a kossuth-téri sortűz évfordulóján mentünk ki egyszer, egy október 25-i napon, már nem is tudom, 2015 környékén lehetett. Yeah. Mit gondolsz a szovjet emlékmű helyzetéről? Hát természetes, hogy le kéne onnét jöjjön, és érdekes volt, mert valóban előddel mentünk kalapáccsal, meg létrával. Sárlót nem vittünk? Az ott volt? Nem, kalapács volt, de sárló nem. És érdekes dolog az volt, hogy ott voltak a kis rendőrök, és visszatartottak, de én legalábbis úgy vettem, hogy sajnálták, hogy azt kell csináljanak, hogy vissza kell tartsanak, de nagyon rendesek voltak, ugye? Hát helyen közel. Végülis 2006-hoz képest igen, ebben megegyezhetünk. Végül is lőhettek is volna, nem igaz? Mondja itt Víg Sándor barátunk. No, van-e még esetleg egy utolsó utáni kérdés, amire sort tudunk keríteni? Vagy pedig akkor maradjunk annyiban, hogy inkább, mivel most már 8 óra is elmúlt, akkor aki még szeretne közös fényképet készíteni, és bármi hasonlót, azt meg tudja tenni. Dedikálni is természetesen, de még mindenki maradjon a helyén, mert szokás szerint szeretném hirdetni a Fekete István Szabad Egyetem következő előadását. Ez pedig a szokásos hóközepi előadásunk novemberben, november 16-án, csütörtökön 18 órakor dr. Letoha Tamás kutatóorvos a COVID-19 és annak tanulságai címmel fog egy meglehetősen rendszerkritikus előadást tartani itt, ahol szintén szeretettel várunk mindenkit.